Jobban emelkedtek a fizetések a multiknál, mint a magyar cégeknél. Az elmúlt bő 20 évben átlagosan 19% a különbség a multik javára. Igazán jól pedig azok jártak, akik egyetemet végeztek. Persze ezért is sokszor többet kell dolgozni, csak nem biztos, hogy lesz kinek és lesz hol. Gyömerem a de facto blokk számításai szerint 1986 óta a multicégeknél lényegesen jobban emelkedett a dolgozók fizetése, mint a hazai vállalatoknál. A vezetők 61, a felső vezetők 43, a középvezetők pedig csak nem 18%-kal jártak jobban. De a beosztott alkalmazottak is érezhetően előnyösebb helyzetben voltak, mint a magyar cégnél dolgozó társaik. A multiknál foglalkoztatottak bérprémiuma átlagosan több mint 19% volt. Persze az egyértelműen kiderül, hogy elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető beosztásban dolgozók jártak jól. Őket keresik a múltig. Ehhez képest az egyetemekre, főiskolákra felvettek száma 2011 óta csökken. Akkor még csak nem 67 ezer embert vettek fel nappali képzésre, idén viszont már csak 57 ezeret. De ez csak az érem egyik oldala. Szükségesek még a külföldi cégek magyarországi befektetése is. A válság miatt harmadára estek vissza a külföldi cégek közvetlen tőkebefektetései, befektetései, és csak 2011-re sikerült elérni a válság előtti szintet. A 2012-es kiugró adat inkább csak egyszeri kilengés pénzügyi műveleteket takar, ha ezt kiszűrjük, akkor az látszik, hogy 2013-ra ismét csökkenni kezdtek a befektetések. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy multinál dolgozni maga a mennyország. Van, aki ott is rosszabbul járhatott, a magasabb fizetésnek pedig számtalan egyéb oka lehet, több és hatékonyabb munkavégzés, vagy éppen nagyobb felelősség.